Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cartoon, a mai videóban pedig megnézzünk egy Dreamworks-ös, vagyis nem egy, hanem jó néhány Dreamworks-ös, így neveld a sárkányodat Trading Cartoon-os, hát ilyen csomagot, eléggé retro azért, ez már nem most jelent meg, Blue Ocean adta ki, Magyarországon nem igazán jelent meg, inkább külföldi cucc 171 kártyával, egy csomagban 5 kártya van, 2019, jó azért annyira nem régi, de nem mostanában dobták piacra. Drachen Zamen. Lessük meg, én azt mondom. Itt látom fogatlan, illetve hablatyot, de biztos többi karakterről is lesznek majd szuper, szuper kártyák. Így van. Onetsan. Egy fogú. Talán az lehet a fordítása. Látom, hogy játszani is lehet azért. Itt ez a vikinges témájú kártyákkal, vannak puzzle lapok, eléggé hasonlít a legós szériára, ugye? Illetve ez az olajfolyásos, nagyon menő kis csillogós lap. Ilyeneket már láttunk az újabb legós szedben, hiszen a Blue Ocean az ezzel foglalkozik igazából, úgyhogy ez egy ilyen kis legó nélküli kitérő lehetett, gondolom megszerezték a licenszt a kiadáshoz, és akkor már miért ne csinálnának? Úgyhogy maradunk németül. Sárkány, nagyon király. Rotzbacke, minden németül van. Van egy pajzsunk, kellemes jelenet. Ó, de jól néz ki. Azt a mindenit. 3D effekt, csillogó effekt, minden van. Ez egész király. Nézzük a következő csomagot. Még anno egész olcsón sikerült ezt hozzájutnom. Vadászgattam innen-onnan. Úgyhogy így tudtam szert tenni ilyen régi lapra. Itt vannak action típusú, amikor valami történik, karakterek, bizonyos karakterek, akár sárkány, és a végén pedig valamilyen nagyon durva cucc, itt az ikrek éppen szórakoznak. Nézzük a következőt. Úgyhogy felépítésében igazából nem sokat változott, nem tudom, hogy ez most szomorú vagy pozitívum, de nem nagyon változott az új kártyák képest, itt is jelenetek. Fordítunk egyet, ez bizony egy puzzle lap. Majd utána, oj, de aranyos! Heh, ez mennyire komoly. Nagyon tetszik, hogy repülnek fogatlannal. Nézzük a következőt. Ó, de király. Nem menős, a szélén ott vannak a pontszámok, hogyha tényleg akarnál valamit nyomatni. Ó, itt is a repülőruha atom. Akkor ez nem az első rész lesz, ez szerintem már egyértelmű. Ha már így rajta van a hátán, ez inkább ilyen második részre tenném ezt a sorozatot, amit így leképez ez a kártya sorozat. Túl sok a sorozat szó. Ó, ágyú, ez puzzle lap lesz, és a végén ez egy új típusú csillogás. Nagyon sok fajta kártya van erről az egyfogú sárkányról. Meg hablatról természetesen, mégis főszereplők. Azért mondhatjuk azt is, action típus, ó, nagyon jó, micsoda pontszámok. Hicksnek. Hipnotizált sárkány. Kis félelem. És megint egy nagyon király jelenet. Őrület, mennyi minden történik ezeken a kártyákon. Szépen meg van csinálva. Már csak két pakunk van, pedig tök jó amúgy. Duplákat nem nagyon nyitottunk, bár ott pont elszólom magam. Most tettem észre, hogy ott a dupla pont csillogósba sajnos. Egy válka, eret, majd utána inketten, ott is sajnos németül a szöveg, hát máshogy ezt nem lehetett, itt is fantasztikus csillogós, ultra ráadásul, ami a legritkább a szériában. Ugye itt írja, hogy milyenek vannak, goldene funkárte, az a legritkább, az arany, de egyenlőre olyan nem jött, dragon megint csak. Hát itt, na jó, itt már vannak duplák sajnos, sőt, itt azért már bőven volt dupla ebbe az utolsó pakba, úgyhogy talán a végére is értünk annak a szetnek, ahol még duplá nélkül, tehát nagyon sok dupla nélkül ki lehet gyűjteni ezt, most már az ilyenkor elkezdenek jönni, úgyhogy én igazából csak egy ilyen kis openinget szerettem volna ebből megmutatni nektek, hogy ilyen is van, és jól néznek ki, és nagyon nehéz most már beszerezni ezeket a régebbi kártyákat, de azért mindenképpen szép kis emlék, meg
Eleve ez egy jó kis mese, animációs film. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk, megyünk tovább valami mással. Sziasztok!